Magyarországon egyértelmű, hogy a parlamenti ellenzék elárulta a szavazópolgárokat. A parlamenten kívüli baloldal számára Kádár János emlékezete mindennél fontosabb, hiszen ő is egy olyan korban élt, amelyben a kizsákmányolók tortültek a normalitás felett. Egyebek mellett ezt írt a Facebook oldalán Szanyi Tibor, az Iszomal elnöke, aki, aki szerint a 30 éve tartó megélhetési válság legsúlyosabb része előtt állunk. Szanyi Tibort kérdezi Fábián Barnak. Köszönöm szépen, alelnök úr. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Csapjunk a közepébe! Azt mondta ön, hogy a baloldal újjáépítése elkezdődött. Hogyan? Úgyhogy elvű politikát kell megfogalmazni, és ezt meg is tette az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom. É, gyakorlatilag a magyar politikai fejlődés során úgy adódott, hogy a valódi baloldali gondolatokat, a valódi baloldali nézetrendszer egyszerűen kikopott a pártoknak a portfóliójából, és azok a pártok, akiket ma egyébként a média is előszeretettel baloldalnak nevez, hát közük nincs a baloldalisághoz. Ez a mi gondolkodásunk alapvetően egy jóléti célzatú és szolidaritás gondolkodás. Ilyen egyszerű tulajdonképpen a világképünk, és az áprilisi választások során sajnos nem szerepeltünk úgy, ahogy mi azt szerettük volna. Jellemzően egyébként egy nem sokkal, de egy százalék alatti eredményeket értünk el. Valamelyest azért simogatja a lelkünket, hogy most az időközi választásokon jóval egy százalék fölötti eredményeket láthatunk a pártunk esetében. Tehát van okunk a bizakodásra, mi több. A, a érdekesek a mostani kutatások, hiszen a szokott ismert pártokat általában végigveszik, és akkor utána van egy tömb, hogy Egyéb baloldali szavazó, és ez a 15 százalékos nagyságrend. Mi azt gondoljuk, hogy azok tulajdonképpen a mi szavazóink, csak el kell tudjunk jutni hozzájuk. Az MSZP 1 százalékon van, már ha van 1 százalékon, a legutóbb ott körül volt. Úgyhogy, István bejelentkezett, aztán visszavonta, hogy elnöki pozíciót szerezzen, és ő azt mondta, hogy meg kell változtatni az MSZP nevét. Legyen esély. Most nyilván ön már nem ebben a pártban van, csak a véleményét kérdezem, hogy aztán el is lekerült a napi tehát ilyen nehezen megy ez az újrakezdés. Gyakorlatilag én 2009-ben fogalmaztam meg a Balra Magyar című dolgozatomban, hogy mit kéne csinálni, tehát 13 évvel ezelőtt, hogy mit kéne csinálni egy baloldali pártnak akkor éppen ugye az MSZP-nek, hát hiszen már akkor is komoly kétségeim voltak a tekintetben, hogy az MSZP baloldali párt, ne? ennek számos alkalommal talán még itt is hangot adtam. Bocsássad, meg ön mondta hogy érdekes az az MSZP, mint baloldali párt, milliárdosok irányítanak, gyógyságban. Így van, ön mondta, ez, szó szerint így van, tehát én az én értékítéletem szerint nem lehet egy baloldali párt úgy baloldali reprezentatív értelemben, hogy milliárdosok vezetik. Tehát ez nonsens. Na mindegy, Lényeg az, hogy az MSZP a makacsul nem fordult balra, hiába én noszogattam, és 2019 eh, két, és 2020 fordulja volt, amikor én bedobtam a törőközőt, és azt mondtam, hogy ez reménytelen. A mai lámpig is így gondolom, az MSZP, ez egy százalék, amit ön is említ, ez már inkább ilyen nosztalgikus utánai, utánai, és Ez a párt a sajnos A nézőpont intézet számait mondtam. És sajnos halott ez a párt. Tehát ez nem létezik, hát még valaki emlékből úgy mondja, jó, hát akkor MSZP, de valódi támogatás forgatottsága az gyakorlatilag nulla, tehát tényleg már tök mindegy, egy halottat jobbra vagy balra forgatunk, az nem fog megindulni. Milyen partnereknek számítanak? Ugye tőlem együtt a munkáspártja, tudom, hiszen több helyen együtt is indultak. A Magyar Munkáspárttal nekünk egy választási szövetségünk van, volt és van is. Ez gyakorlatilag nem feltétlen politikai szövetséget jelent, bár a politikai platformokat tekintve azért elég azonos állásponton vagyunk számos kérdésben. Inkább én azt gondolom, hogy azok a föltörekvő szakszervezetek, amelyekben mi nagyon bízunk, hogy a munkásképviseletet azt föl fogják tudni vállalni, ők lehetnek tartalmi értelemben a szövetségeseink. Politikai értelemben nem nagyon látunk más pártot, vannak létező baloldali klubok, törzsasztalok, vagy, vagy nem is tudom miknek mozgalmak, amikkel nekünk egyébként tisztességes jó a viszonyunk, sőt ő ezek közül többen is mostanában belépegetnek a a pártunkba, tehát létezik egy ilyen, de hát sajnos ki kell mondani, hogy az igen szolidaritás Magyarországért mozgalmon kívül jelenleg a magyar politikai életben nincs más modern baloldali párt. Önöket keresik a most én nem merem most már kimondani, hogy baloldal szól az ellenzéki pártok önöket, vagy önök keresik őket, vagy betegesen ez el, nem betegesen elzárkóznak, Tehát hisztérikusan elzárkóznak a velünk való kapcsolatok. Mi egyébként erre nyitottak voltunk már az alakulásunk pillanatában. Csak hát ugye az, hogy olyan törekvések, hogy jelentősen emelkedjen meg a minimálbér, szociális szempontokat igénybevevő, vagy a szociális szempontokra is tekintettel levő államberendezkedést hozok létre, ez nekik ilyen ördög, meg a tömjén füst típusú viszony volt. A nem volt azon a amikor annak idején a néhai Horngyulával ültek a pulpituson. és azt mondta hornyula, hogy kevesen vagyunk, ketten maradtunk Tibor, akkor most már egyedül maradt? E Hongyulát nyilván az emlékezet sokféleképpen értékeli. Én személy szerint őt emberi értelemben egy fantasztikus személyiségnek tartom. Ő politikai értelemben is egy kiemelkedő teljesítmény kötődik az ő nevéhez. Tehát, és azt kell mondjam, Vannak, hogy, Vannak, akik hogy, de volt szívesen az, hogy a baloldalisága egész. tekintetében azért ő volt az utolsó Mohikán, így az MSZP elnöke során, aki, aki, igazán baloldali volt. De ne legyek mélt, méltánytán, talán még Mesterházi Attilát mondaná baloldali pártelnöknek, az összes többi az inkább már ilyen liberális elhajló volt. No de egy száz, igaza volt Hongyulának, valóban a mai napig is a baloldal nem tud egy szövetségi rendszerre építeni, hiszen eltűntek a baloldali gondolkodású pártok, illetve vagy akikben volt valamennyi, azok is fölhagytak ezzel a dologgal. Így aztán tényleg az van, amit ön is mondott, hogy, hogy, hogy egyedül vagyunk. Mi ezt nem bánjuk, mert azt Gondoljuk, hogy Magyarországon a magyar társadalomban van egy hát erős, egyharmados súlya a baloldali értékrendű gondolkodású embereknek. Azt, hogy most már a negyedik választáson is kétharmadot egymás után aratott a Fidesz is a KDNP, ez nem bizonytalanítja el a baloldali érzelmi szavazókat, hogy hát már így sem megy, úgy sem megy? Nagyon sokan egyébként a, az, hogy a korábbi baloldali, mert a baloldali szavazók, mint olyan, az volt már 40% fölött is választásokon Magyarországon, tehát ez nem kicsi hányadról beszélünk, ők szétszóródtak, Az szó mindenféle értelemben szétszóródtak. Tehát sokféle más pártba mentek köztük a Fideszbe is, jobbikba, más pártokba, vagy egyszerűen fölhagytak így a politizálással, aztán csak úgy megmaradtak maguknak. És Gyakorlatilag én azt érzékelem, hogy ha látnak egy olyat, például az Igen Szolidaritás Magyarországon, Hó, hát, hát akkor ez ez az aranyágacska, akkor azért, azért biztos, hogy szívesen szavaznak ránk. Mi azt látjuk, hogy hogy a Fidesz most nagyon sokat elveszít a nála lévő baloldali szavazók közül, tekintettel arra, hogy ez a rezsicsökkentés nevű déli báb, ez most nagyon balul ütött ki. Hát de csak nálunk van Európában a rezsicsökkentés, mindenhol próbálkoznak valamivel, de mégis ha átlagig, nem tudjuk majd mennyi lesz az átlag, az mégiscsak marad. Ez egy, ez én nem véletlenül mondom a déli báb szót. Ugye a rezsicsökkentés 2013-ra megy vissza, akkor egy Éppen nagyon magasan voltak a nemzetközi árak, és az alatt egy hangyányit belőtték, egy árbefagyasztás volt. Csak aztán 2014 és 2020 között a magyar fogyasztó bizony többet fizetett, mint a nemzetközi árak diktálták volna, és 2020-tól, aztán 20, sőt, inkább 21 től indult el megint az egekbe a történet, ami hát most már valóban katasztrofás méreteket ölt, de például most a mai állapotok, tehát a nyári állapotot mondom, egy bécsi polgár azért másfélszer fizeti csak annak a rezsének, amit korábban fizetett, egyszerűen azért, mert, 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 mert Bécsben úgy gondolkodott ott mindig is, a, a Bécsi városvezetés meg a kormány is, hogy a létező legolcsóbb, legkorszerű megoldásokkal kápráztatja a lakosságot, például az elektromos áramot a Bécs környékén lévő szemétégetőkből kapja a Bécs városa, és az, az nincs kitéve a világpiac mozgásainak. Olajnök úr, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm én is.